Roberts. Eljöttem érted, haver. Persze, ilyen pisztolyod, de még itt lövöldözöl, illetve próbál szemlődni, csak kár, hogy rohadtul. Csak kár, hogy rohadtul golyáló vagyok, baby. Ennyi volt. A merry life and a short one, as promised. How well I know myself. Majdnem tele volt az életem. And what of you, Edward? Have you found the peace you seek? I'm not aiming so high as that. For what's peace but a confusion between two wars? Oh, you're a stoic then. But perhaps I was wrong about you. She might have had some use for you after all. She? Of whom do you speak? Oh, she who lies in wait. Entombed. I had hoped to find her, to see her again. To open the door of the temple and hear her speak my name once more. I... Talk sense, man. Oh, I was born too soon. Like so many others before. Where's the device, Robert? Destroy this body, Edward. The Templars. If they take me... Destroy that ass. Hogyan pusztítunk el egy testet, ha nem elégetjük? Amúgy egy pillanatra nagyon megijedtem, mert pont a küldetés közepette jutott eszembe, hogy lehet, hogy a mikrofonomnak most rosszak a beállításai, mert tegnap este baszakodott egy picit, miközben Skype-on beszélgettem valakivel. Aztán, na mindegy, lényegtelen, azt hittem, hogy rosszak a beállítások, de minden rendben van szerencsére. Persze, hogy jól megpofozott a csehoz, szóval jól is hallottatok engem. Plusz attól se kellett félnem, hogy túl hangos voltam. Vagy hogy túl sok háttérzajt vett fel a játék. Mert a mikrofon. Na mindegy, majd valamikor veszek egy új mikrofont, mert ez a mikrofon, ami most van nekem, az sokkal, de sokkal rosszabb, mint amire számítottam. Persze jó kis mikrofon, de... sokkal jobbak is vannak. Na mi van itt? Állj, de el lehet fásztra veledni. Havannát visszatérünk Havannára. Vagy Havannába, vagy nem is tudom. Havanna. Havannára. Szerintem Havannára, ezt úgy kell mondani. De itt Havannán totál köröznek engem, vagy nem is tudom, haver. Totál vörös volt az egész telep. Figyeljetek, csak ez totál vörös. Ha valaki észrevesz engem, akkor nagy szarban vagyok. Tényleg, még egy dolog, amit én meg akarok csinálni még a játék vége előtt. Alakítás. Életerőnövelő Jaguar. Nagy fehér cápa. Ezeket meg tudom vásárolni, tele vagyok lóvéban. Nem egyszer ki fognak engem szolgálni. Te árulsz állatbőröket véletlenül? Vásárlás. Miért is árulnál? Mindegy lőszert lehet, hogy kell venni. Ja, úgy fest, hogy valóban kell. Robbanó hordokat érte, azt is maxoljuk ki. Plusz mozsár, azt meg végképp. Na, akkor most már egy vegyes boltot kell csak megtalálni. Mi számít vegyes boltnak? Ezek itt. Ja, az vegyes bolt, az volt az egyikben. Cica! Cica! Jó, milyen fura titeled. Soha többé nem akarom megsimogatni. Hazudtam. Szétszep. Na, menjünk tovább. Ezek az átkozott macskák, erről szól az egész Assassin's Creed. Na, Léci, mondd, hogy lehet Jaguar Primet, meg nagy fehér cápa bőrt venni tőletek. Vadász halmik vásárlása. Na, Jaguar. Jó, a lábával mi történt? Véletlenül? Mi? Oké, először csak csináljuk meg azt, miért mindig a térképet veszem elő? Alakítás, életről növelő. Király! Nagy fehér cápa, csont kell nekem. Nem voltam benne biztos, hogy mit kell vásárolni. Na, nagy fehér cápa, csont. Jó, milyen csúnya az a cápa. Csupa ránc, biztos öreg.
Na. Alakítás. Mert lehet, hogy mellé is adott nekem egy maximum életerőt ez a... Ez a maja golyóálló mellé ruha cuccos. Fogalmam sincs, szarok rá. A lényeg az, hogy most már vége van. És nyugodtan mehetek az én kis küldetésemhez, ahova akár még fast travelezhetnék is, de most inkább végigrásolok a városon, hogy hát ha akcióba keveredjek és ok nélkül harcoljak egy csomó emberrel. Hát tesztelni akarom én ezt a golyóálló mellényt, hogy valóban felfogja-e a lövéseket, vagy vagy csak kicsit csökkenti a sebzést. Te meg ki a szar vagy? Assuming this is the friendliest face you've seen since drop an anchor? Is Havana under curfew on my account? Aye. Torres seems to think someone's coming after him. He's not wrong. A monkey-looking thing? Is that what I think it is? Aye. Watch. Through the blood of the governor, we can see through his eyes. That's by the church? Keep this safe, just in case. I'll be at the bureau. Good luck. Ki ez a lány? Valami nagyon elkerülhette a figyelmemet, mert halvány fogalmam sincs, hogy ki lehet ez a nőstény. Na mindegy. Lőj le, ha mersz, haver! Lőj le, ha mersz! Ho-ho-ho-ho-ho. Próbálj meg lelőni, hogyha mersz. Céloz a fejre. Céloz a fejre. Azt mondanám, hogy céloz a fejre. Nem? Nem. Ő nem a cél. Ő nem a fejre akar célozni. Miért itt célozna a fejre? Buta ember. Miért is célozna valaki a fejre, mikor csak az az egy nyílt... Nem is tudom, sebezhető hely van rajtam. És nem te vagy az emberem? Te egy szobor vagy? Te egy pap vagy? Te mi a fene vagy? Tudtam, hogy követni kell. Valahogy éreztem, hogy követés következik. Értetek, követés következik. Ha. Én magamat tudom szórakoztatni ilyenekkel, oké? Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. Nagyon helyes. Megint abban a hibába estem, hogy nem figyeltem, amit mondtak, de nagyon helyes. Megnézzük, hogy melyik irányba haladnak tovább. Ez az én irányomba. Meg felmásznál? Köszönöm szépen. Nem tudom, mi a francra vártál, haver. Señor, sí, señor. Ezt a tárgy hülyen hangzik. Sir, yes, sir. Uram, igen, uram. Ez minden nyelven jobban hangzik, csak spanyol ilyen kibaszott szar. Kik azok az úri emberek ott? Kifolyik odalent. Ne! Ne bánsd ezt a szegény embert! Miért kell bántani ezt a kettő emberkét? Csak kiálltak a jogaikért? Vagy nem tudom, mit csináltak igazából, megsebesítettek kettőt. Talán meg is ölték őket. De ezért nem érdemelnek még halált. De igaz? Szerintem nem. Ó, te ott. Most mázlim volt, majdnem észre.
Ennyit erről. Szerintem most előre dolgozok egy kicsit és megölöm azt a másik puskás bácsit. Jaj, túl messzire mentem. Illetve csak nem néztem rájuk egy ideig ezt a butaságot. Mint valami pókember. Itt figyelem őket. Pókember pozícióban. Oké, ez csak célra lő meg. Nem emberekre szerencsém. Hogy egy kalóznota, csak nem a baj van, hogy ezt egy tengerészel ad. Ó, basszátok meg, te mit kerestél éppen? Annyira nagy baj még nincsen. Igen, az én pisztolylövésemre mindenki felfigyel valamiért. Az én pisztolylövéseim azok ilyen... nagyon hangosak. Na, mi van ide lent? Jó, és még keresnek engem? Legyetek átkozottunk. Oké, békén hagyta, kivéve az az csávó, ő nem tudom mit akar. De remélhető, hogy nem sokább békén hagy engem. Lemennétek mind? Kész káosz, ami itt történik, és fogalmam sincs, hogy most miért. Oké, mentek végre tovább, helyes. Oda be. És mit csináltok oda bent? Dolgokat? Én is akarok dolgokat csinálni. Nem hiszem, hogy oda be tudom követni. Oké, most már meg kell ölni. Laureno Torres. Szép név. Remélem, ez egy jó út. Eddig úgy fest, hogy valóban az. Nem, én csak azt sem tudtam, hogy mi csapott le ilyen elképesztő haragban. Nem lettél semmit. És te itt? Ó, bassz meg. Nem is néztél erre? Na se baj. Akár én pofán is lőhetném, de inkább csak fütyülök neki egyet. Ne, légy szín, ne lövöd, ez semmi hangos megmozdulás, mert akkor beriaszt minden. Ez most komolyan rossz emberre ugrad? Azt nekik élő pajzsnak. Nem is én öltem meg. A vér nem az én kezemhez tapad. Oh. This again, eh? El Tiburon. Milyen buta neve van. Mondta sütnimestem. Tudjátok, mint én ötödikes voltam, amikor kitaláltam a nevet. Ő meg igazából baby volt, mikor kaptam azt a nevet. Na. Oké, lövöld ezt csak, haver. Lövöld ezt, hogyha mersz. Próbálj meg lelőni, faszopó. Ó, szóval neki is olyan nagyon csúdió golyáló ruhája van. Hogyan kéne megölni a szoros fiút? Van egy tervem. Hiszen most kaptam ezt, ki tudja, lehet, hogy... Nem! A csávó kibírjam. Ne, meg fog halni! Nem haltam meg rég. Nem tudja ezt, hogyan kéne végbe vinni. Lőj csak, faszapó! Mind a ketten golyóállók vagyunk. Most meg nem nyomtam a bét, mert egy nagyon buta vagyok. Ez viszi le az életét? Ja, valamennyire viszi. De utána egyből nem tudom vágni a csávot, és most újra kell tölteni. Ah! Töltsek újra.
Ezzel mit akar? Mi van a közé? Ja, te is újra töltesz, aki kihasználtuk mind a ketten az alkalmat. Hogyan kéne őt bántani? Oké, ezt most totál elcsesztem, mert pont egyszer akartunk vágni. Füstbombák? Ne, deszinkronizáltak! Rosszkor dobtam a füstbombát. Ez buta volt és kínos tőlem. Se baj, ahol most telement az életem.